Stephanie Harper vagyok. Ez pedig Eden. Az édesapám király volt itt. Azon a napon, amikor meghalt, 17 évvel ezelőtt, én 23 éves voltam. Magányos és félelmekkel teli. Ha akkor tudtam volna, mi vár még rám, úgy döntöttem volna, hogy inkább vele halok. Írta Michael Lawrence. Zene Brian May. Fényképezte Dean Samler. Rendezte Karen Arthur. Come on, you can't stop now. I mean, you're young, fit. In any case, I've paid you in advance till midnight. You are merciless. Certainly. Right, now let's go again. Let's slowly. Oops, sorry. Yes, right. Yes. Jason, I'm cold, I'm tired, and I want to go home. All right. Now just calm down. This is a perfect spot. This is classic, right? We're under a lamp. Now just close your eyes now. Close your eyes. Relax. I want you to think that you're with your lover. Come on. Now, that man that really gets your blood boiling, he's really hot, he makes you hot, all right? Yeah? He grabs you in the car. Now, I do believe you're blushing. Yeah? That's lovely. Now, is that passion or embarrassment? I'm sorry. I got you. Sensational. Just like that, eh? I'm off the board and no more income. I'm not even sure you can do this, you know. Stephanie did leave very strict instructions. I am still her husband. It was decided at last week's directors' meeting. The vote was unanimous. I assure you, it's all perfectly legal. But get advice, by all means. How come I wasn't informed the meeting was on? You haven't attended one meeting in the last 12 months, Greg. Anyway, your presence there wouldn't have changed things. Damn it, there are bills to be paid. Staff salaries and household expenses will continue to be met by the company. Except, of course, your personal expenses. Those from here on in will be your responsibility. Or you can go on living at the house. For the time being. You never approved of me marrying her, did you?
Well, did you, you bastard? I think this meeting's concluded. Go to hell. Drunk. Again. Yes. Yes, I am. You can blame me. I am not your whore, do you hear me? Greg? Where are you going? Out. You come back here. All right. You can have the money, okay? Anything you want. And please don't leave me alone tonight. Please. I'm sorry. I'm sorry, okay? Baby, I'm sorry. Please, will you stay the night with me? Please. Find you very excited. We don't wish to know about that. Oh, well, here's to the flavor of the month. Oh. Yay! And here's to us. Oh, to us. Why not? We deserve it. Oh. All right, then. Well, here's to Jason Peebles, star maker extraordinaire. Thank you. Thanks a lot. Here's to both of you. Thank you. 6 months to the day. Not bad. Not bad. All right, it's fan-bloody-tastic. That's better. Okay, now, let's get back to work, please, because we're going to start shooting in about 5 minutes, all right? Five? Caught that light. Such a good thing. How does it feel to be one of the beautiful people? Now, listen, on behalf of the local trendies, I'd like to say welcome. Oh, good grief. Now, remember, local trendies don't say good grief. Oh, really? No, they just say... Sorry. Do you want this over your head? No, she would, you know. I owe it all to you two. I had to learn to walk all over again. I knew the day you came into my office you had a different kind of quality. A sort of mysterious something. Whatever. That bloody original, darling. Yeah, that's it, you know. The Sphinx. Ages. It's maturity and wisdom contradicted by a youthful facade. But that's a very potent mixture. But look, there's not one man here today who hasn't been looking at you. Not you, Mother. You really are a dreary little so-and-so, Jay. Do you mind? Somebody's going to overhear you one of these days and think I really am your mother. No, it's impossible. Joe, yes, the clients are really getting restless. Oh, I'll be over in a second, I promise. Okay, now what's going on? Are we all getting the lights right? I read your comments on the TV contract. You know, you really are incredible. I mean, you picked up on things that I'd question. Where on earth do you learn about contracts? Just gut instinct, I guess. Well, if you ever decide to pack modeling in, there's always a job for you backstage. Could do with a good head around the place. Oh. Sorry, Mother. Why have I put up with you these last 3 years? Because I'm cute and, you fancy me gutless. That'll be the day. No point trying to discuss anything serious in front of this fool. We'll talk about it later. Okay. Behave. And don't touch my champagne. Mm. Oh, second. I'll take it with me. Good. You know, I know your face nearly as well as I know my own.
Well, I could light you with a soft light and diffuse it, and you'd look 21. If I use hard sunlight, it'd be, 35? 29? Yeah. But there's moments. Still, that's the Sphinx, isn't it? Eternal beauty. Now, that old girl kept a secret for centuries, you know, and good on her. Jason, you are a romantic and a cavalier. Well, that's my secret. Well, here's to us, then, and well-kept secrets. Want to ride on my bike? I'm going home. Today, my darling. I worked like a dog, I did. That was a joke, Maxie. You're supposed to laugh. Yeah. Did you have a nice day? So, what do you think of your new house? It's a bit expensive. But I reckon we earned it. No, we might even find you a little lady friend. But you mustn't run off and leave me, though. I can't get lonely if you go away and leave me. You want something to eat? Yes, I'll get you something in a minute. I'm so tired. I'm too old for all this, Maxie. That's my trouble. Career. He showed quite a lot of promise when he was younger. Something went wrong. Don't think he could drag himself out of bed, if you get my drift. Anyway, he blew it. Breaks an alley cat with a touch of clubs. Then he married Miss Moneybag, Stephanie Harper. You must have read about it. Will you look at them? All having their private little fantasies about Greg Marsden. Not you two.
Out. Are we here because of Greg Mars? 14, 13. No, of course not. I've never even met him. I love the game, that's all. Oh, that's right. Of course you play. We should get Jason to do some shots of you on a tennis court. Vintage, is it? He might as well have arrived naked. Mr. Marsden has a reputation for being attracted by new faces, particularly beautiful ones in the public eye. I hear he thrives on challenge. Don't look now. Like a bee to the honeypot. Hi there. I'm Greg Marsden. I don't believe we've met. Morning, Joe. Good grief. Not exactly what I said when I walked in. They're for a layout? They're for you. All of them. Guess who? I don't need to. What happened to you two last night? I saw you leave with him. You walked me to my car and car? I drove home alone. What car? My car. I bought it yesterday. Red Beetle convertible. Very chic. Quite a bargain, too. How terrific. It's not a problem taking your clothes off, you know. I mean, it's not abnormal. Everyone here takes their clothes off. They do if I ask them. It's quite natural. Okay, take your clothes off. See? Oh, God, look, we've got to get this shot done somehow. Bosie, line that camera up, will you, please? Joe, you've got another call. Oh, no more calls, Lisa. Take messages. God, it's been chaos in here this morning. Phones never stopped since I got in. We were a big hit last night. I think everyone in town's rung. Congratulations, Joe. That's fantastic. Oh, hay fever. This stuff's going to have to go. I can't stay. I'm not in the mood this morning. Good morning. Good morning. You know, if I knew you were interested in tennis, I would have bought a tennis racket. Don't let us stop you. Oh, listen, Mother. Oh, that model that you got me for today, she won't take her clothes off. Well, just ask her nicely. I did ask her nicely. Well, I'll just have to ask her nicely again. He's absolutely mad. You're not wrong. Oh, Joe, that's great. Yes, it is, isn't it? Thought I might include that in the next collection. You're quite a workaholic, aren't you? What about you and Greg Marsden? What do you mean? Oh, do you fancy him? You must have a sex life. You do have a sex life, don't you? I mean, all these months, I just presume. I don't have time. You know what it's like. You never stop amazing me. Most girls today are dizzy from playing musical beds, and my top model has this quaint, old-fashioned attitude that's, well, it's positively middle-aged. Present company accepted, of course. Hey! That's what you're supposed to do! Now, that's not very difficult, is it? Do you think you could manage that? I'll even lend you my sporran. Hello? Hi, Tara. It's Susie. Oh, hi, Susie. Guess what? Jason's changed your call. Yeah? It looks like 5 o'clock now. Five instead of six? Yep. Same location? Sure is. Okay, thanks. Oh, Susie? Yeah? Could you add another name to the invitation list for me? Sure.
You are a very beautiful woman. Thank you. All the men must tell you that. A few. Oh, yeah? How many? Well, let me see now. There was some... Mm. Oh, and then there was... Mm. Oh, and don't let's forget... Oh, him too. Oh, and... Whoa. I'm jealous of every one of them. We hardly know one another. I feel I've known you a long time. Well, what do you call it? Deja vu. Mr. Marston, your table is ready. Thank you. Is there a boyfriend or husband in the picture? There was someone once. Someone I loved very much. A fairy tale prince that I dreamed about ever since I was a little girl. Well, what happened? A dream turned into a nightmare. I woke up. How about you? Me? Oh, no, you don't. It's not fair. Oh, come on, of course it's fair. I told you. Well, nothing serious. But I could be tempted by you. Tara, I want us to be friends. Just friends? Whatever. Greg? Phil! Wow, how you doing? Very well, thanks. You coming, Phil? I'll be right with you. I wasn't sure if it was you or not. It's so dim in here. Tara Wells, this is Philip Stewart, an old friend of my wife's. How do you do? How do you do? So, Phil, how's Jilly? No, she's well. Last time I saw her. I'm away a lot these days. Well, that's too bad. Yes. Well, enjoy your meal. Nice to have met you, Miss Wells. And you, Mr. Stewart. Thank you. Greg? Phil? The Stewarts are my wife's best friends. Tell me about your wife, Greg. What was she like? She was a nice person. Anyone that worried as much as Stephanie did about what people thought was just crazy. It's bizarre. The thing that first struck me about you, you remind me physically of Stephanie. Oh, but she was an ugly duckling. You are the swan she always wanted to be. To us. And whatever the future may bring. To us. Put your eyes up. I can't see your eyes. Where are we? Where are you going? What are you doing? Come on, look. Watch the birdie. Concentrate. I need a powder down. Powder down. Give him Bob double quick. Powder down. Come on. And Bob, look, I want this fellow to have a bit of blood dribbling off his neck like a vampire's really bitten, you know? Terrific. Okay, Bosey. Put a doubler on there, mate. David, I want you to change those gels, take those pinks out and get into a Nile blue or something like that. And put a yashmak on the key, mate. Hey, J.P., Joe's in a mood. You better get in there right now. Oh, really? Hello, what can we do for you?
I'd like to speak to Tara Wells. Tara, there's someone here to see you. Now, don't take too long. Yes, Mother, now, what can I do for you? Did you want to see me? I'm Jilly Stewart. Can we talk? Are you a reporter? No. I'm a friend of Greg Marston's. Close friend. Oh, I see. You met my husband the other night. Oh, yes, that's right. Greg introduced us at the restaurant. Are you having an affair with Greg? I'm sorry? I know he's been seeing you. We met at a tennis match. We've been out to dinner once, that's all. You're lying. No, I'm not. Look, would you like to talk some more? There's a bar around the corner. It's a little more private. I've got a couple more shots to do and I could meet you there. All right. I'll see you soon. Sorry I'm so late. Took a bit longer than I expected. Wasn't sure if you'd still be here. Well, don't worry about it. What'll you have? Oh, I think a beer would be nice. Yeah, a beer and another scotch, please. Well, I only drink when I'm down. You know, Philip's away, gets lonely in an empty house. Yes, I know. Still, you do have Greg. Do I? Yes, yes, I do. He needs me. Well, Greg's addictive. Like this stuff. He told me a bit about his wife. I gather you and she were best friends. Hmm. Since we were kids. Our fathers knew one another. They did business. So I suppose it was her death that brought you and Greg together. Yeah. Yeah, it was. Cheers. Stephanie was a beer drinker. So, you were saying? What? Oh. Yeah, no, I was about to say, Greg never really loved Stephanie. He told me. So, it wasn't like I was doing anything disloyal when I fell in love with him. It was just one of those things. Did Stephanie love Greg? I suppose so, yeah. What time is it? Getting on for 7. 7? Oh, God, I've got to go. Yeah, Greg's waiting for me at the house. Did you drive here? No, I took a taxi. I always seem to take taxis these days. Well, I'll drive you home then. Yeah? But I've got to go now. He gets angry if I'm late. Nagyon jó lesz, köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Tara. Nincs mit. Találkozhatnánk valamikor. Hívjon fel, benne vagyok a telefonkönyvben. Értem. Leginkább reggelenként tud elérni. Viszlát. Viszlát. Gyere,
Még meddig tart? 5 perc, rendben. Vagy látni akarod a sötét karikát a szeme alatt? 5 perc, nem, az nincs rendben. Mind útra készen állunk. Harapunk valamit, oké? Okay? Sietünk vissza. Nem tehetek túl sokat az esti kiruccanások jeleivel. Sajnálom, Nicole. Igen? Még nem telt le az 5 perc? Szia, Tara. Látom, gyarapodott a gyűjteményed. Igen, vettem néhányat. Igazán szép darab. Én is. Hoztam neked egy apróságot. Ó, Dan, ez csodaszép. Köszönöm. Orfeusz visszhangjai. Segítsek? Oh, elnézést, hogy ilyen ügyetlen vagyok. Azt hittem, hogy az első közös étkezésünk szalonnás tojás lesz. Látom, főzni megtanultál. Még meg sem kóstoltad. De nagyon jó az illata. Tudod, hogy egyre híresebb vagy? Azt hiszem, én vagyok az egyetlen orvos Észak-Queenslandben, aki járatja a Vogue-ot. Te a Vogue-ot olvasod? Nem hiszem el. Tudod, Tara, még sosem láttalak ilyen szépnek. Én mondtam, hogy késj többet a műtétekért. Nem csak külsőleg értem. Van benned valami könnyedség. Magabiztosabb lettél. És ez csak is magadnak köszönhet. Neked sokkal többet köszönhetek, mint magamnak. Boldog vagy? Igen, azt hiszem. Nem csak a sikerekre értem. Tudom, hogy értetted. Hány férfi van az életedben? Egy sem. Én nagyon sokat gondoltam rád. Nagyon sokat. Még mindig nem árultad el, mi hozott Sydneybe. Hát, tulajdonképpen egy orvosi konferencia, de valójában téged akartalak látni. Nem nyugodtam bele, hogy eltűnj az életemből. Valami volt közöttünk, nem igaz? Hát, azt hiszem, kész a vacsora. Hol a fürdőszoba? A hálószobából nyílik jobbra. Talán-e? Igen, szívesen. Tényleg csodás innen a kilátás. Szerintem is nagyon szép. Mindig is szerettem a Sydney kikötőt. Igen, én is. Képzeld, még sosem voltam az operában. Próbálj meg jegyet szerezni, amíg itt vagy. Sutherland énekel ebben az évadban.
Nagyon szereted a hangját. Volt idő, amikor neki köszönhettem, hogy nem bolondultam meg. Hát ez gyönyörű szép. Köszönöm. Nos, ha szerzek jegyeket az operába, eljössz velem? Nagyon szívesen. Remek. Jó étvágyat. Évszázadban krablása. Te meg egyszerűen learatod a saját kis akcióid gyümölcseit. Ilyen életérzést akarunk, most pedig gyerünk, figyeljetek egy kicsit, és maradjatok így. Ez az. Van ripantok vagy hogy hívnak, nem kellenek a kotyvalékaid, ez az így jó. Te is, Johnny. Tará, gyere egy kicsit előrébb. Nem látlak szépségem, így jó. Bucikám, amilyen gyorsan csak tudsz, gyere, új szűrő kell. Jason, szerintem tarthatnál egy kis szünetet. Még nem csináltunk ma semmit. Én csak 5 percet kérek. Hát épp, hogy belepörögtünk a dologba. Ki akar teniszezni? Na? Szia. Csoda, hogy olyan... Miért nem hívtál vissza soha? Városszerte üzeneteket hagytam neked mindenütt. Igen. Tudom, sajnálom, Greg. Nagyon elfoglalt voltam. Az nem kifogás. Tényleg nem volt egy szabad percem. Kármilyen fél perc múlva elmúlik a nap a felhők mögé. Tará! Ki ez? Egy barát. Mennyire közeli barát? Nem annyira közeli. Munkakapcsolat a fotósok. De emberként is kedvelem. Meginnál egy kávét? Nincs rá időm. Mit szólnál a hétvégéhez? Egyelőre nincs programom. Gyere, töltsd nálam a hétvégét. Velem. A feleséged házában? Igen. Rendben. Hát ez hihetetlen. Akkor érted, megyek szombaton. 10 körül. Nehogy meggondolnak. Nem fogom. Most az egyszer, de ilyen többé soha ne forduljon elő, rendben? Imádlak, Jason. Imádlak. Szia. Meg tudtam volna ölni Jason-t. Miatta késtem el, annyira sajnálom. Nem számít, itt vagy és kész. Nagyon sokat késtem. A szünetben bemehetünk, gyere, megiszunk egy italt valahol. Jaj, a kedvencem ez az opera, nem akartam lekésni az első felvonást. Gyere. Sajnálom. Akkor most mihez lenne kedved?
Neked mihez lenne kedve? Nézzük meg az előadást máskor. Mit szólsz hozzá? Nekem mindegy, mit csinálunk helyette, csak üljünk le. Oké. Ez a hely azelőtt zsúfolt volt. Változnak az idők. Igen. Az volt ott az öregem törzsasztala. Tudod, ide járt minden nap munka után. Bedobott egy-két pohárkával, kivéve a vasárnapot. Akkor anya idejött hat körül, és kicibálta, hogy jöjjön haza vacsorát. Hé, én ismerlek téged. Hello, Dot. Danny Marshall vagy. Hát, megvan már 30 éve is. A Frank Marshall fia vagy. Így van. Te orvos akartál lenni. Emlékszem, állandóan bekötöztett szegény öreg macskámat. Igen, így volt ott. De most embereket kötözök. Azt akarod mondani, hogy tényleg orvos lettél? Hát, ez igen. Dot, bemutatom Tarát. Üdvözlöm, kislány. Örvendek. Danny Marshall. Ez lehetett. Ekkorka volt, amikor megismertem. Piros posgás ördög fióka. Az utcán lopta össze a tejpénzt. Egészen addig, amíg rajta nem kaptak. A félelembe majd belehaltam, és soha többé nem jutam máséhoz. Dot, mindjárt! Komiálok! Már is viszem a sörödet. Mindketten a ház vendégei vagytok. Ó, köszönjük, Dot. Leveszem a cipőmet. Jaj, tudom, mennyire tud fájni szívem. Köszönjük, Dot. Tudod, olyan pici kertünk volt, hogy erős szélben ki lehetett köpni az utcára. Nyaranta hétvégeken a srácokkal kimentünk a kikötőbe, és lemerültünk, hogy összeszedjük az érméket, amit a turisták a vízbe dobáltak. Szerintem a cápák is megsajnáltak bennünket, vagy inkább nem voltak annyira éhesek. Az öregem állandóan velem dicsekedett a haverjainak. Azt mondta Danny, a legbátrabb kölyök a vidéken. Az az igazság, hogy én láttam el cigivel. Bár csak ismertelek volna akkoriban, és lemerülhettem volna veled az apró pénzért. Hát, mindig szívesen emlékszem a gyerekkoromra. Ne kapcsolt fel a villany. Csillogó, sikeres modell tetszik. Hanem a meleg szívű, művelt hölgy, akit megismertem. Aki szereti a jó zenét. A gyerekeket és az állatokat. És a tengeri kagylókat. És fogadok, hogy gyerekkorában ő volt a legbátrabb kislány a környéken.
szerettelek az első pillanattól. Én sajnálom, de... Mi a baj? Kérlek, bíz bennem. Én megbízom benned. Akkor áruld el, mi az ördög ez az egész? Nem találkozhatunk többé, Dan. Bocsáss meg, tisztességtelen volt a részemről. Tara, Tara! Nem, Dan. Bocsáss meg. Isten veled. Tara! Lassú. Túl lassú. Gyerünk, koncentrálj. Csináld már az ördögbe. Sajnálom. Ó, szóval sajnálod. Nem tudom, méltóztatnád el jobban hátrahajtani a fejecskédet? Nem lehetne még egy kicsit hátrébb? Nézd. Fogalmam sincs, hogy mi van veled ma. Egyszerűen nem értem. Nem tudom, hol jár az eszed, de nem itt, a szent. Körülbelül annyira spontán a mozgásod, mint egy 2 éves hullának. Oké, hol leáll? Azt mondtam, hol leáll? Fuci, kapcsold már ki a francba! Állítsd már le azt a vacakot, te idióta! Kapcsold már ki, nem érted? Ide figyelj! Én profi vagyok a szakmában, és ezt mindenki tudja. És nincs időm amatőrökkel bajlódni. Úgyhogy most hazamegyünk. Vége az egésznek. Menj haza. Lesz egy szép, hosszú víkendünk. És nekem kedden reggel korán itt legyél. Imádlak. Halló? Ó, Tara, ne haragudj, hogy felébresztettelek. Gilly? De segítened kell. Honnan beszélsz? A Kvérrendőr kapitányságról. Ide jönnél, értem? Igen, persze. Egy fél óra múlva ott leszek. Nagyon szépen köszönöm. Szia. Szia. Hát, haza nem szólhattam. Semmi baj, Gilly. Annyira hálás vagyok neked. Köszönöm. Senki más nem hívhattam fel ebben a helyzetben. Valamikor sok barátom volt. Miért nem hívtad fel Greget? Jaj, ne, nem lehet. Nem ez az első eset, tudod. Greg verekszik, ha dühös. Az utóbbi időben egyre rosszabb. Hetek óta nem szeretkeztünk. Nem is tudom, hogy mit csináljak. Tudod, Tara, én adok neki pénzt, amióta meghalt Stefani. Az utóbbi hetekben már a számláit is én fizettem. Nem bánhat velem így. Ha akarnék, sok mindent mesélhetnék Mr. Greg Masterről. Tönkretehetném. Thank you.
az élményed. Amit eddig láttam, azt tetszik. A feleségem ezzel ajándékozta meg magát, miután meghalt az apja. Azt hiszem, egy kicsit belefáradt abba, hogy az öreg árnyékában élt. A ház az tetszik, de alig várom, hogy megszabadulhassak a tárgyaitól. Tará, nem szóltam róla, de találkozni fog Stefani gyerekeivel. Elintéztem az iskolájukkal, hogy hazajöhessenek a hétvégére. Remélem, nincs ellenedre. Gondoltam, ezzel meggyőzhetlek arról, hogy a szívem mélyén családszerető ember vagyok. Tudod, Tará... Te vagy az első nő, akit idehozok Stefani halála óta. Úgyhogy készülj fel a hűvös fogadtatásra a gyerekek részéről. De azt hiszem, az ebéd alatt már a tenyeredből fognak enni. Méti felvinni a csomagokat? Igen, uram. Mély alázattal kérem. Figyelnek bennünket. Méti, bemutatom Velsz kisasszonyt. Örvendek, kisasszony. Jó napot. Hello, guys. Ah, hello. Oh, de szép kutyus. Általában nem tűri az idegeneket. Hát örülök, hogy engem megkedvelt. Mindig értettem az állatok nyelvén. Guys, kimaradsz? Kifelé! Kaiser, kifelé! Gyere, megmutatom a szobádat. Aztán lemegyek a konyhába, megnézem, hogy áll az evét. Elengedtem a személyzetet, persze Méti kivételével, és kisegítőt kértem már a főzéshez. Olyan nehéz manapság rendes személyzetet kapni. Na, fantasztikus a kilátás. Valóban az. Az ott az én szobám. Az látod? Úgyhogy szólj bátran, ha bármire szükséged van. Lent találkozunk. Rendben. Tara? Nagyon örülök, hogy itt vagy. Én is. Gyere be! Szia! Szia! Biztos te vagy Dennis. Én tudom, hogy te ki vagy. Én mindent tudok rólad. Te vagy Tara Velsz. Így igaz. A nővérem kivágta a képeidet a divatlapokból. Szerinted miért? Mert igazán szép nőnek tart. Nem tudom, hogy mostantól is ez a véleménye. Akarod, hogy körbevezesselek? Nagyon örülnék neki. Indulhatunk. Nem bánod, hogy ide jöttem? Nem. Nem bánom. Sara viszont igen. Sara a nővérem. Szóval a féltestvérem. Ő nem nagyon örül neki. Úgy érzem, Sara és te nem vagytok oda Gregért. Hát nem nagyon. Ő anya újabb tévedése volt. Anya tulajdonképpen az egyszerű dolgokat szerette. Csak hagyta, hogy mások irányítsák. Hogy olyasmit csináljon, amit mások akarnak. Ahelyett, hogy önmaga lett volna. Sara olyan, mint Max nagyapa. Nagyon makacs. Mesélj nekem az édesapádról. Ő volt a kettes számú férj. Tudományos kutató volt, Amerikában él. Tartod vele a kapcsolatot? Persze, küldött egy részvédtáviratot a baleset után. Ez az édesanyád szobája? Honnan találtad ki? A szemedből olvastam ki, hogy elmentünk mellette. Oda jobb, ha nem megyünk be. Sara bent van, és nincs valami felemelő hangulatban. Majd kijön, ha megéhezik. De amúgy is sok időt tölt abban a szobában. Meg akarod nézni az én szobámat? Azt hittem, már sosem ajánlod fel. Ha körbevezetünk valakit a házon, ezt a szobát általában kihagyjuk. Mert itt mindig rendetlenség van. Te jó ég, ezeket mind te építetted. Igen, darabokban árulják, aztán össze kell rakni őket. Ez volt a legnehezebb darab. Igen, látszik is rajta.
Ha befejezem az iskolát, berepülőpilóta leszek. Nem lesz az egy kicsit veszélyes? Nem, nem annyira. Majd beletanulok. Hát, tengernyi időd van még, hogy a jövődről dönts. Anya is mindig ezt mondta. De én egyetlen percet sem akarok elvesztegetni. Ez az édesanyám. Nagyon hiányzik. Nem hiszem el, hogy anya meghalt. Tudom, hogy mit mondanak mások, de egy napon be fog ide lépni. És vannak, akik ettől halálosan rettegnek. Szereted a hasadat, ugye? Igen, meghiszem azt. Oké, akkor mit csinálunk ebéd után? Tőled függ. Nyitott vagyok minden ajánlatra. Most lehet úszni, vagy vitorlázni, teniszezni, horgászni. Ne, csak azt ne. Nem szeretsz horgászni? Nem szeretek semmit sem megölni. Az ember azért öl, hogy életben maradjon, Deniz. Ez a természet törvénye. Az ember más okból is öl. Ez az emberi természet része. Ez mindig így volt, és nem is fog megváltozni. Lássuk csak, mit is eszel most. Azt hiszed, hogy ez a marha végkimerülésben halt meg? Hm? Na, mi van itt? Beszéljünk valami vidámabb témáról. Mondtam neked, Szára, akkor jön le, ha éhes. Szia! Szára, bemutatom Belsz kisasszonyt, híres fotomodell, akit sokszor láttál már tévéreklámokban. Tudom, hogy ki ez a nő. Az öcsémmel együtt azért hozattál ide a hétvégére, hogy kísérgessük mindenhová. Méti, azt hiszem, Szára már is kéri az ebédjét. Igen, uram. Köszönöm. Csinos kislány vagy. Nem, nem vagyok az. Olyan vagyok, mint az anyám. Belsz kisasszony vendég ebben a házban. És tudod, hogy nem szeretem, ha az anyádról beszélsz. Ha továbbra is úgy viselkedsz, mint egy elkényeztetett majom, akkor fel is út, le is út! Te nekem ne parancsolgass! Ez nem a te házad! Úgy tesz, mintha kemény szívű lenne. Pedig minden este sírva alszik el. Én hallom a szobájából. Kivisszük a vitorlást. Ugyan? A vitorlást. Kimegyünk a vitorlással a kikötőbe. Nekem tetszik az ötlet. Igen, nekem is. Úgy gondoltam, hogy ketten megyünk. Azt mondta, családszerető ember vagy. Kérsz még kávét? Hm? Köszönöm. Mint töröd a fejedet, Gilly? Hát, mostanában meglehetősen ritka alkalom, hogy együtt eszünk, sajnálatos módon. Úgy érzem, ennek oka van. El akarok válni. Rendben. Miért csak ilyen sokára szólsz róla? Hát, tulajdonképpen már számítottam rá. Nem ellenzed a válást? Jaj, drágám, már belefáradtam az egészbe. Elviseltem a helyzetet, mert reménykedtem, hogy kiábrándulsz Gregből. Rájössz, milyen ember.
de most már kissé erkölcstelennek tartom, hogy én tartsam el a feleségem szeretőjét. Én is beszélni akartam erről veled. Ha régóta tudtad, miért nem szóltál semmit? Másokat is ott hagytál. Reménykedtem, hogy Gregnek is ez lesz a sorsa. Szóval végig engedted, hogy csináljam, ugye? Valahogy így. Igen. Mióta tudtál róla? Azt hiszem, a napját is tudom, amikor elkezdődött. Amikor Stefaninál teniszeztünk, mielőtt Greggel Édenbe indultak volna. Akkor nagyon tévedsz. Sokkal korábban kezdődött. Stefani, tudod róla? Nem, persze, hogy nem. Gilly, én nem tudom, mi történt ott Édenben. De légy óvatos. Azt hiszem, ez a Mazden szinte mindenre képes. Feleségül kívánok menni Mr. Greg Mazdenhez. Kormányozhatok én is? Persze, ha kikerültünk a forgalomból. Tara, miért tetszik neked Greg? Nekem sok ember tetszik. Például te is. Felesleges. Tudsz úszni? Persze. Az anyám félt a víztől. Gyere, Dennis! Gyerünk, Dennis, versenyezzünk! Nem vagyok valami jó kondícióban. Ott voltál az iskolánál, amikor kificamítottam a bokámat. Mikor történt? Egy hónapja. Biztos összetévesztesz valakivel. Azt sem tudom, melyik iskolába jársz. Hé! Érzékeny gyerekek. Hiba volt hazahozatni őket a hétvégén. Nem, dehogy. Nagyon örültem, hogy megismertem őket. Az elmúlt év szörnyű lehetett a számukra. Kisgyerekek. Majd kiheverik. Remélem. Hát,
Tulajdonképpen tetszik neked, ugye, Sara? Úgy teszel, mintha nem, de tetszik. Fogalmam sincs, miről beszélsz. Csak azért, mert Greg barátnője. Nem biztos, hogy ugyanolyan, mint ő. Nem emlékeztet téged valakire? Nem. Nem más, mint Greg bármelyik barátnője. Láttam a tekintetét, amikor Greggel van. Azt akarja, hogy lefektesse. Én ezt nem hiszem el. Sara, neked állandóan a szexen jár az eszed. Ez nem igaz. És akkor sincs joga nőket hozni a mi házunkba. Gyűlölöm Greget. És gyűlölöm a nőt is. Nem kellett volna kikapcsolnod. Ez az egyik kedvencem. Mit akarsz? Megnézni, hogy hogy vagy. Sajnálom, hogy nem jöttél ki velünk a kikötőbe. Senkinek se kellett volna kimenni. Az a hajó az anyámé. Az ügyvédeink szerint senki se nyúlhatna hozzá. Azt hiszem, Greg nekem akart vele kedveskedni. Kedveskedni, ugye? Hogy idehoz az én anyám házába, hogy lefektessen! Sara. Greg a szeretőd, nem? Nem, nem a szerető. Sajnálom. Ide hallgass. Greg nem a szerető. És semmi sem fog történni ebben a házban, ami anyád ellenére lenne. Ezt megígérhetem. Egy ilyen ember, mint te, mit keres Greg Marsden mellett? A dolgok nem mindig olyanok, amilyeneknek látszanak. Szeretnék a barátod lenni, ha hagynád. Te olyan szép vagy. Bár én is szép lennék. Gyere! A te korodban én is rettegtem. Csak magammal foglalkoztam. Fogszabályozót viseltem. És dundi voltam. Úgy éreztem, hogy elképesztően csúnya vagyok. És biztos voltam benne, hogy senkinek se fogok igazán tetszeni. Ha csak nem valami anyagi okból. Úgyhogy megjátszottam, hogy nem érdekel. És mindenkinek az érdeklődését elfogadtam, bármi volt az indítéka. Nagyon hosszú időbe telt, amíg megszabadultam ezektől a félelmektől és bizonytalanságoktól. De te tudod, hogy most már szép vagy. Vannak jó napjaim. Az anyám volt ilyen. Azért, mert tudta, hogy nem szép, azt hitte, az emberek csak azért szeretik, mert ő Stephanie Harper, a sok pénzével. De tudod, néha... Ha az ember igazán szerencsés, jön valaki, aki megmutatja, hogy az igazi szépség itt van, belül, és az mindig is ott volt. Csak bízni kellett volna benne. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell minden lehetőt megtenni a külsőért. Például, ha te hátrafésülnéd a hajadat, hogy lássék a szép arcocskád, rögtön másképp néznél ki. Kibékülünk. Talán. Szia. Szia. Ülj le nyugodtan. Biztos, hogy nem zavarok? Dehogy is. Az az anyukám. Amikor még fiatalabb volt. Max nagypapával. Tényleg?
Vajon bocs, hogy bejelentés nélkül ide jöttem. Ó, Mrs. Stewart. Hol van Greg? Merre van a házúra? Oda bent. Nem említette, hogy ma felkeres bennünket. Jaj, Méti, ne tétlenkedjen itt. Menjen és jelentse be, hogy itt vagyok, rendben. Már is, asszonyom, már is szólok neki. Mondja meg neki, hogy híreim vannak, nagyszerű híreim. Bizony. Hello, Gilly. Szia, Gilly néni. Gondoltam, hogy te vagy az. Gilly. Micsoda kellemes meglepetés. Telefonálnod kellett volna, mielőtt idejössz. Travers, bemutatom Gilly Stewartot, a család régi barátját. Megbocsátasz, Tara, de Gillyvel fontos megbeszélni valónk van. Addig Dennis elbeszélget veled, ugye, öcskös? Szívesen. Bocsássatok meg. Ez Gilly néni volt. Sokat iszik. Mit gondolsz, neked minden szabad? Ugyan mit csináltam? Te gazember, ez a nő mit csinál itt? Részeg vagy. Igen, és akkor mi van? Viszonyod van vele, igaz? Figyelmeztetlek, Gilly. Lefektettem! Nem! Alig ismerem a hölgyet! Néhányszor elvittem ide-oda! Jaj, édesem. Na, gyere ide szépen. Gyere ide. Tudod, hogy mutatkoznom kell más nőkkel is. Nehogy gyanút fogjanak a rossz akarói. De néha úgy viselkedsz, hogy olyan teszek, amit később szégyellek. Igazad beszélsz? Igen. Komolyan gondolod, hogy lefekszem egy idegen nővel a feleségem házában? Amikor itt vannak a gyerekei is. És megfeledkezel valami fontosról. Neked még mindig van egy férjed. Azért jöttem, hogy elmondjam. Philip beleegyezett a válásba. Most már összeházasodhatunk. Jaj, szerelmem. Az enyém leszel. Csak az enyém. Ez meg mi? Azt hiszem, jobb, ha most elmegyek. Miért kellene elmenned? Ha maradnék, az nem lenne ugyanolyan. Jó, akkor hazaviszlek kocsival. Nem kell, köszönöm. Dennis hívott egy taxit. Valóban? Én kértem meg. Gilly a feleségem legjobb barátnője volt, és ő Sarah keresztanyja. Értem. Hát... Ezt majd én kiviszem. Kösz. Viszlát, Dennis. Búcsúzz el a nevemben, Sarától, jó? Biztos nem akarod, hogy hazavigyelek? Aggódj emiatt. Gilly elég sokat iszik. Vettem észre. Majd felhívlak. Rendben. Cremonban legyen szíves. Igenis, asszonyom.
Mi a baj? Bejelentés nélkül többé ide nem mer jönni. Részegen se. Soha többé. Hallod, amit mondok? Hallod, amit mondok? Na mi lesz, üss meg még egyszer! Ne hagyd abba, kérlek, Greg! Hello! Dan? Azt hittem, már elutaztál. Egy férfi nem gondolhatja meg magát. Régóta vársz rám? Igen, reggel óta. De most itt vagy, és csak ez számít. Egyébként már attól féltem, hogy elutaztál a hétvégére. Hát nem akarsz feljönni egy... Nem, először feltennék egy kérdést. A kérdésre egyszerű a válasz. Igen vagy nem? Hozzám jössz feleségül. Nem lehet. Miért nem lehet? Jaj, de kérlek. Olyan egyszerű ez. Szeretlek, és feleségül akarlak venni. Makacs vagyok, és nem adom fel könnyen. Úgy éreztem, hogy a szigeten olyan jól megértettük egymást. Semmit sem árultál le nekem. De tudom, hogy valami nincs rendben, és ez nyugtalanít. Aggódom miattad. De ez nem a te dolgod. Nem kell velem foglalkoznod. Valóban? Dan, az égvilágon semmit sem tudsz rólam. Annyit tudok, hogy veled akarom leélni az életemet. Van valaki más? Nem egészen. Miféle válasz ez? Most pedig nem tudok válaszolni neked. Szerelmes vagy belé. Dan, légy szíves, hagyj engem békén. Menj vissza a szigetedre. És felejtsd el, hogy valaha is ismertél. Persze. Persze. Majd, ha belenézel a szemembe, és azt mondod, nem szeretsz. Nem szeretlek. Hazudsz. Sok szerencsét, Tara. Mire vártál olyan sokáig? Éppen rád gondoltam. Kedves. Még egyszer elnézést kérlek.
Nagyon kellemetlen volt. Ne aggódj miatta. Mikor láthatlak? Greg, sokat gondolkoztam. Én olyan helyre mennék el veled, ahol nincsenek emberek, nem zavarod senki. Arra gondoltam, mi lenne, ha elutaznánk Édenbe? Sokat meséltél már róla. Úgy tűnik, ideális hely lehet, ha két ember egyedül akar lenni. Édenbe? Nem szívesen mennék. Nézd, én értem, hogy szörnyű emlékeid fűződnek ahhoz a helyhez. Így igaz. Te, miért nem mehetnénk fel a hegyekbe egy hétre? Sokkal jobb lenne. De mindketten ismert emberek vagyunk. Greg, kettesben akarok lenni Édenben. Csak fel. Tényleg? Igen. Rendben. Felhívom Katie-t, szólok neki, hogy oda repülünk. Fantasztikus. Mit csinálsz most? Fekszem az ágyban a macskával. Akkor átmegyek. Ne gyere. Odaérnék 5 perc alatt. Abban biztos vagyok. Reggel majd felhívlak. Oké. Aludj jól. Jó éjszakát. Jilly, Tara vagyok. Jó, és mi van? Meg kell mondanom az igazat. Micsoda? Elutazom Greggel Édenbe. Mi van? A reptérről beszélek, néhány perc múlva indulunk. Édenbe? Mikor? Hogy? Úgy éreztem, jobb, ha tudod. Azt mondtad, hogy nincs köztetek semmi. Bocsáss meg, Jilly. Minden jót. Halló! Tara! Halló!